Egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása ennek érdekében a lakosság közeli ellátások megerősítése, a pálya vonzóbbá tétele volt a célja az új alapellátási törvénynek, amit elfogadott az országgyűlés. Ennek néhány elemét foglaltuk össze íme. A törvény megalkotása előtt a szakma megvizsgálta az egészségügyi alapellátási rendszer működő képességének fenntarthatóságát, szakmai és finanszírozási lehetőségeket. A cél az volt, hogy a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás kapuőri szerepét erősítsék, a betegellátás színvonalának javítása érdekében tegyék meg a szükséges javaslatokat. Az alapellátási törvény is megoldásokat keresett arra, hogy a házi orvosi praxisok vonzóak lehessenek a fiatal orvosok számára. Ugyanis a KSH szerint a praktizáló háziorvosok 40%-a már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, még mindig sok az üres praxis. A praxisjog adásvételét is megkönnyíti a törvény, az OEB finanszírozás keretében kapott összeg a praxisjog megvásárlására is felhasználható. A jövő évi költségvetés szerint további 10 milliárd forinttal bővül a háziorvosi praxisok finanszírozása, ami havonta mintegy 130 ezer forinttal növeli a bevételeket. Az alapellátásról szóló törvény 2016. január 1-i hatállyal lehetővé teszi, hogyha a házi orvos, házi gyermekorvos vagy fogorvos a saját szakképesítésén kívül egyéb szakorvosi szakképesítéssel is rendelkezik, a vonatkozó egészségügyi szakma finanszírozására finanszírozási szerződést köthessen. Ösztönözni fogják, hogy azt a beteget, akit nem szükséges, ne küldjenek tovább szakrendelőbe vagy kórházba a házi orvosok. A népegészségügyi szemlélet erősítése érdekében az egészségügyi prevenció, betegedukáció érdekében a települési önkormányzatoknak az egészségfejlesztési irodák bevonásával gondoskodniuk kell a települési egészségterv kidolgozásáról és megvalósításáról. Ez utóbbiról is részletesen fogunk beszélgetni itt a stúdióban. Köszöntöm dr. Kiss Csabát, házi orvost, a Nyíregyházi Orvosi Kamara elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Tehát ez a rövidke kis bejátszás az átalakításról vagy reformról szólt, egy új alapellátási törvényt alkotott meg, az országgyűlés el is fogadta azt, a finanszírozásra vonatkozik az újítás egyik része, a másik része pedig szakmai jellegű. Hogyha kezdjük a sorrendet követve a finanszírozásra, akkor alapjaiban mit változtat meg ez a törvény? Igen, hát szerencsére találtak többletforrást arra, hogy a házi orvosi praxisoknak, illetve hát az alapellátásnak ugye a finanszírozását egy kicsit növelni tudják, amire ugye már azért évek óta nagyon nagy szükség volt, ugyanis hát ugye azért az infláció, mármint nem az utóbbi egy-két év, de a sok-sok évvel ezelőtt felhalmozódott infláció miatt nyilván azért ugyanaz a finanszírozás, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, azért az most már sokkal kevesebbet ér. Úgyhogy nyilván szükség volt arra, hogy ezt a keretösszeget egy kicsit növelni lehessen. Ezt szerencsére úgy adták meg, hogy nem korlátozták be nagyon, hogy mire lehet felhasználni, tehát ezt béremelésekre akár, vagy eszközfejlesztésre gyakorlatilag nagyon sok mindenre fel lehet használni. Egyébként a bejátszásban az is szerepelt, hogy fontos volt a törvény számára, hogy a praxisokat vonzóvá tegyék a fiatal orvosoknak, vagy a fiatal orvosok számára. Milyen és mennyire körülményes volt praxishoz jutni, vagy drága volt-e praxishoz jutni, kérdezhetem-e így? Hát ez nagyon-nagyon változó, attól függ, hogy hol szeretne ugye az ember dolgozni. Azért az országban jelenleg is, ha jól tudom, még mindig több mint 200 betöltetlen házi orvosi praxis van. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is szép számmal van tartósan betöltetlen házi orvosi praxis. Ezek között számos olyan van, amely már sok-sok éve betöltetlen. Úgyhogy ezekhez a praxisokhoz gyakorlatilag ingyenesen hozzá lehet jutni, de nyilván annak is megvan az oka, hogy miért nem találnak oda évek óta már házi orvost. Ugyanakkor a frekventáltabb helyeken ott azért több millió forintot is elkérnek egy-egy praxisjognak a megvásárlásakor, úgyhogy azért az sohasem egyszerű. És mi fog történni ezután a törvény után? Hogyan juthatnak a fiatal orvosok praxishoz? Időről időre szoktak ugye ilyen visszanemtérítendő támogatást adni. 2012-ben is volt egy ilyen pályázat, amelynek keretében a tartósan betöltetlen praxisokra lehetett pályázni. Ha jól tudom, akkor most is lesz majd hasonló tervezet. Illetve ahogy a bejátszásban is szó volt róla, akinek már volt korábban is praxisa,
és az OEP által kapott ugye finanszírozást erre az adott praxisra, az új praxis megvásárlásakor ezt az összeget felhasználhatja erre ugye, a célra. Ugye nem csak a felnőtt házi orvosokra vonatkozik ez, hanem a gyermekorvosokra és a fogorvosokra is. Egyébként, hogyha az alapellátásban helyre szerették volna, vagy szeretnék rakni a finanszírozást, akkor az orvoskamara mit kifogásolt? A házi orvosi praxisoknak milyenek a költségei, és ehhez képest milyen volt a finanszírozás azon túl, amit már említett, ugye azt a bizonyos inflálódást vagy inflációt, milyen a műszerezettsége, felszereltsége, a háziorvosi rendelőknek az állapota ma Magyarországon vagy itthon, ha lehet egy ilyen általánosítást kérdezni egyáltalán. Igen, hát ez erre ugye azért nehéz válaszolni, mert nagyon nagyok az egyéni különbségek, minden praxis más és más. Itt nagyban függ attól, hogy az adott orvos, aki fenntartja a praxist, mennyit szánt az utóbbi években arra, hogy ő ténylegesen az eszközparkot karban tartsa, fejlesz-e. Nyilvánvalóan az ANTS azért ezeket a dolgokat ellenőrzi, hogy a minimum feltételeknek időről időre mindig a praxisok megfeleljenek, tehát azért van egy olyan alapműszerezettség, aminek folyamatosan meg kell felelni, és ezt azért ellenőrzik is. Ugye volt eszköztámogatási pályázat korábban, amelynek keretében 1,5 millió forintig lehetett meghatározott eszközöket vásárolni, tehát azért általánosságban a legtöbb háziorvosi praxisnak a felszereltsége azt lehet mondani, hogy elfogadható vagy kielégítő. Nyilván azért rengeteg olyan egyéb plusz műszer van, amire azért, főleg, hogyha megnövelik majd a házi orvosoknak a kompetenciakörét, akkor azért erre nagyon nagy szükség lesz. Hát az kérdés, hogy most erre majd mennyire lesz elég ez a többletfinanszírozás, amit eddig kilátásba helyeztek, illetve amit már most január 1-től folyósítanak is. Ugye, ahogyan mondja, ez azért is fontos, mert hogy itt ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy a beteget, akit nem szükséges, ne küldjön tovább a háziorvos a szakrendelőbe, hát milyen jellegű vizsgálatokat, vagy milyen jellegű ellátást kaphat egy háziorvosnál a beteg még pluszban. Mire gondol itt a törvény? Mit tesz lehetővé, és milyen kereteket ad hozzá? Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi az, amit majd, mi lesz konkrétan ez a kompetenciakör bővülés, amit a háziorvosoknak majd véghez kell vinni, aminek majd meg kell felelni. Erre még én most így konkrétan nagyon nem tudok válaszolni, hogy ténylegesen mi lesz az a plusz feladat, aminek majd ennek keretében meg kell felelni. Tehát mondjuk elképzelhető az, hogy helyben egy vérvételt majd egy háziorvos megtehet, azért nem kell a laborba menni, vagy csak bizonyos esetekben, vagy hát egyáltalán mire gondoljon a páciens? Ez most is úgy működik igazándiból, hogy vérvételeket például mi is minden héten egy alkalommal a háziorvosi rendelőben meg tudunk oldani, tehát nem kell feltétlenül minden alkalommal a laborba bemenni azért a betegnek, de attól függetlenül a vizsgálatokat, tehát a vérmintákat a laborban fogják majd bevizsgálni, tehát mi csak a vérvétel részét tudjuk levenni, úgymond ezt a terhet tudjuk csak levenni a labornak a válláról. Jelentheti ez azt, hogy a házi orvosok úgymond többször lássák a beteget, vagy többször lássák a körzetükhöz tartozó embereket, lakosságot, pácienseket, és hogy feleslegesen a járó beteg szakellátásban ne legyen akkora nagy betegszám? Egyfajta ilyen könnyítést is jelenthet ez majd? Igen, hát ugye a cél az lenne, hogy gyakorlatilag minél kevesebb betegnek kelljen ugye bemenni a kórházba, a szakrendelőbe, minél kevesebb befekvéssel legyen szükség, mert hát ugye ezek sokkal drágább dolgok, mint hogyha az alapellátás keretében oldjuk meg ezeket a dolgokat. Tehát összességében azért megéri úgymond az államnak fejleszteni az alapellátást, mert az alapellátásban végzett betegellátás sokkal olcsóbb, mint a kórházi ellátás. Ezért kell, hogy a házi orvosok is minél több mindent el tudjanak látni, ezért nagyon-nagyon fontos a prevenciónak a fejlesztése, mert ugye a betegségeknek a megelőzése sokkal olcsóbb hosszú távon, mint a már kialakult betegséget kezelni. És hát ehhez kapcsolódóan az önkormányzatokkal is egy szorosabb együttműködést inspirál tulajdonképpen ez a törvény, mert hogy egészségfejlesztési irodákat szeretnének bevonni, egy települési egészségterv kidolgozásáról is szó van, tehát a helyi igényeket és specializációkat figyelembe véve ez hogyan működhetne, vagy milyen területen működhetne ön szerint? Hát itt ugye megint a prevenció, ami elsősorban nagyon jó lenne. Itt ugye nagyon jó, hogyha van esetleg
egy ilyen egészségfejlesztési irodában például dietetikus, aki az egészséges táplálkozásról sokkal bővebben tud beszélni, mint adott esetben például a háziorvos, mert egy háziorvosi rendelésen azért átlagosan 80-100 beteg is megfordul egy nap. Ebből a 80-100 betegből, vagy ezzel a 80-100 beteggel mindenkivel állandóan egyesével ezeket a dolgokat átbeszélni, nyilván azért nincs idő. Tehát ez 2 perc alatt nem lehet az egészséges táplálkozást mindenkinek elmagyarázni, úgyhogy ezt például az egyik dolog. Mit jelent ez, hogy egyfajta svájci modellt szeretnének házi orvosi praxisokban kipróbálni, vagy bevezetni? Én úgy tudom, hogy itt Nyíregyházán is be szeretnének kapcsolódni ebbe a pályázatba, vagy ebbe a programba, ebbe a rendszerbe. Itt is bizonyos tímek, bizonyos csapatok együtt dolgoznának, akár a gyógytornász, vagy ahogyan ön említette az imént, a dietetikus a házi orvossal együtt, és akkor a védőnőkről és még a többi fontos területről nem is beszéltünk. Miben jelentene ez egy másfajta népegészségügyi szemléletet, egy újítást? Igen, hát ezt most modellezik, hogy mennyire működhet vajon Magyarországon is ez a fajta rendszer. Ugye ennek a lényege az lenne, hogy a házi orvosi ellátás mellett a betegek sokkal szorosabb együttműködésben lennének gyógytornásszal, dietetikussal, és így sokkal több helyről kapnának tanácsot az egészségfejlesztésnek mindenféle aspektusáról. Úgyhogy ez most egyelőre még kipróbálás alatt van, aztán meglátjuk, hogy ha beválik a rendszer, akkor ezt bevezetik-e nálunk is. Ugye ez is gazdaságosabb lenne abból a szempontból is, hogy több szakember egy helyen látná a beteget vagy a pácienst, és tényleg nem lenne szükség a járó beteg ellátásra vagy a kórházi ellátásra. Összességében véve ezeket az újításokat, a reformokat a kamara milyennek véli, hogyan ítéli meg? Most ugye azért nyilván az országos kamara nevében én nagyon nem tudok még erről nyilatkozni, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen váltásra van szükség, mert a mostani egészségügyi rendszer az nagyon-nagyon túlterhelt, tehát a prevencióra sokkal-sokkal nagyobb hangsúlyt kell fordítani, és ez leginkább ténylegesen csak az alapellátás keretein belül lehetséges. A kórházi ellátás keretein belül érdemi, főleg elsődleges prevenciót végezni nem igazán lehetséges. Nagyon költséges, nagyon drága lenne, egyszerűen az a rendszer nem alkalmas rá. Az alapellátást kell tényleg egy olyan szintre fejleszteni, hogy a kórháznak a válláról minél több terhet le lehessen ezáltal venni. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Én is köszönöm.